Üdvözlök minden kedves nézőt, itt is vagyunk a Mid-Season Invitational harmadik csoportkörös napjának ötödik mérkőzése előtt, ahol a Cantology Gaming fog megküzdeni a Supermassive-vel, viszont van számotokra egy hatalmas meglepetésem! Gyere meglepetés! Hello! Sziasztok kedves nézők, igen, Thanatosszal fogjuk minden a következő mérkőzés, ugye, ami nem más, mint a CLG és a török aduász csapat. Hogy ezért a G2-nak is meglepetést okoztak, és mindenki másnak is, és lassan ott járunk, hogy ezt is meg fogják verni, de valószínűleg még azért ez változhat egyértelműen. Ugye a mai nap folyamatosan nagyon sok mérkőzésünk volt, és holnap is korai kezdésre lehet majd számítani, illetve vasárnap aztán még korábbira, de a lényeg, hogy előbb-utóbb majd Facebookon lesz egy szavazás nektek, ma legyetek figyelmesek arra, hogy a Facebookon a hírekről ne maradjatok le, mert nagyon finti-fonti. Így van, ugye mindenképpen érdemes ezt meggondolnotok, hogy vajon korán akartok kelni, vagy pedig később adjuk az adásokat. A lényeg az, hogy mindenki élvezhesse a mérkőzéseket, ha nem is élőben, de legalább hát a mi színesítésünk által, akinek ez tetszik, akkor pedig legyen alkalma megnézni. Na de, ha már ilyen szavazásról van szó, akkor a kérdővel se feledjétek, amely egy hatalmas és jó visszajelzést tud számunkra adni, mind az adás minőségével kapcsolatban. Itt azért kérnénk, hogy ne a mai, illetve az elmúlt két napi internet problémák alapján ítéljétek meg az adás minőségét, hanem az elmúlt fél év alapján, mert akkor lesz mindenképpen releváns az eredmény. Mi pedig addig is kérnénk, hogy akinek ezen hárombetűs internet szolgáltatónál van kapcsolata... Semmiképpen sem UPC. Nem. De hárombetűs. Nincs másik. Igen. Az tegyen valamit például, tehát hogy szóljon az érdekünkben, léci. Köszönjük. Igen. Igen. Szóval a kérdői kitöltése után, hogyha azt mindenki mindentől megteszitek majd, reméljük, hogy mint tavaly is több mint 4000 kitöltés volt, ez is megint sokat számítana. Utána próbáljuk összegezni az eredményeket, és azt szerint valamennyire változtatni felétekben, ne felejtsétek el, hogy az adásnak az égkövei azok ti vagytok. Szóval ez sosem szabad elfelejteni. Bajnokválasztásban repülünk most már befelé lassacskán. A CLG kék oldalon, még a török oldalon, török csapat pedig a török. Áttörök piros oldalon. Így van, viszont megyünk is a tiltásokkal rögtön előre. Fizz, valamint Twisted Fate, illetve bár tiltás van. Fizz egyértelműen Fabulous ellen zajlik, történik. A Twisted Fate Narut veszi ki a játékból. Míg Bard ugye Dumbledore-nak is egy jó hőse, de hát valószínűleg Afromus sem akarja elhozni, hogyha már a Cantology Gaming egyből kiválasztja ezt a nagyon jó támogató játékost. Míg a Supermassive oldaláról Strixei ellen egyértelműen Caitlyn tiltás jön, Huhi elől elveszik a Ryze-t, illetve alapvetően a középső ösvénytől, és hát Nidalee sem lesz a dzsungelben ezen a meccsen. Nem, viszont ugye Nidalee a legnagyobb csalogató aduász, ez egy Blank számára volt, viszont SKT most ezen meccsen nem játszik. A Nidalee választás abból csinálatban a túlságosan fontos. Xpity viszont ugye szintén támogatja ezt a karaktert Svenskerenhez híven tavalyról, hogy amikor csak lehet elhozhassa, de erre sem lesz lehetőség Huhinak, a Lissandrája nincsen tiltva. Az előző tenapi mérkőzésén nem is egyszer elmondtuk azt, hogy az elején persze valahol vissza lehet szólítani Lissandra játékát, de a játék második felénél, a középső szakasz és a végső szakasznál az ő érkezése, az ő momentumai nagyon fontosak. És ennek köszönhetően én Huinak a Lissandrára számítok valamelyest, bár Narunak a LeBlancját nem kell félteni, meg tud szeretni bármilyen LeBlanc, aki arról híres, hogy akár egy békes szigeté viszonylag hamar kiszedhessen az ellenfél csapatából, vagy egy teljes küzdelet megmásíthasson egy-egy ember rögtönzött kivételével, ma Okai és Kalista. Nagyon jó ötlet volt a Supermassive-től, hogy Lucian-t elhozták Strixei elől, mert egy őrült azzal a hőssel is, illetve a tegnapi nap folyamán is Achu nagyon ügyesen tudta hozni a Lucian-nel a kötelezőt, ahogy a Naru is a LeBlanc-kal, ugye a Cantology Gaming-et meg tudta venni a Supermassive egyetlen győzelme ellenük van, és most hát a revansz történik alapvetően, ha a Cantology Gaming tud élni a lehetőséggel. De Kalista lesz a Strixei kezében, egy nagyon érdekes hős választás, mi mindig rengeteg lehetőséget tartogat magában ez a hős. Ki kell bontakozni a Strixeinek egyértelműen, és Darshan kezében ott van a Maokai, egyszer már játszott vele, akkor sajnos nem tudta győzelemre vinni a csapatát, de a haragos tölgy még mindig eléggé ütőképes, egyértelműen benne van a metában,
tankos és sebzéssel is rendelkezik. És ráadásul ugye egy legendás kommentátor szavait idézve, a rákfenéje LeBlancnak a Maokai, mondtam Arvil mindig is. Ráadásul ugye Ekkónak az időtörés képességét is viszonylag tudja degradálni, hogyha Maokai rácuppan valamelyik játékosra, de a legvalószínűbb ellenfele az majd LeBlanc lesz. Illetve persze a csapatnak is megfelelő hívás egy betonfalnak a felépítése. A Warwick, nem tudom, az elmúlt két nap alapján mindig egy jó kis móka ficek volt ezt behozogatni és mutogatni, hogy van ilyen karakter. Tényleg nagyon érdekes, hogy Tardomant kliensen mindenkinek ki van lokkal minden karaktere, de a Warwick persze nem lesz elhozva. Az Echo felsősénytől azért a Fabulous-től mindenki várok egy megfelelő játékstílus. Ő még annyira nem mutatta meg azt, hogy Echo-val mit tud csinálni. Inkább Poppy és a tankosabb karakterek felé vette az irányt. Viszont Kindred választása talán Graves tényleg a sebzés követésében a legjobb húzás lehet. Már többször láttuk ezt a jungle-es párbajt. Ha Kindred sebzés akar építeni, akkor legyen még egy idézőjelben tankos lövész is ugye a másik oldalon, Graves személyében. És Leonán gondolkozik Double Dodge. Én azért örülök Leonának, mert annyira nincs játékban, mint a húzat, és ő az a karakter, aki a Higans remély építését ki kell, hogy kényszerítse. Minél hamarabb a CLG csapatából, de az oraka az meg egy másik dimenzió, egészségetekre kellemetlen lesz. Abszolút, már elcsodálkoztam, hogy na mit csinál Double Dodge, de nem érkezik ez a hős most, hanem én megmerném kockáztatni, hogy megpróbálkozik esetleg egy jó kis Braummal, Double Dodge, de kiderül, van még ideje gondolkodni a Supermassive csapatának, de nem. Harmadjára is elhozza Double Dodge Poppit a támogató sorai közé, támogatók sorába. Afromonál ugye ott van Soraka, mint mondtuk, ami ellen azért is lehet jó talán ez a Poppy választás, mert alapvetően ugye eleve Kalisztának a végső képességét például valamilyen szinten lehet blokkolni az állatotos jelenléttel, meg Sorakát arrébb lehet vinni, lehet ütögetni folyamatosan mindenkit. Nem a legmegszokottabb választás ez a Poppy, viszont akár jól is ki lehet használni. Milyen érzés lehet szegény Stixének például, amikor mondjuk Double Dodge elüti a támogató játékosát a csodába, és akkor egyedül maradott kettő Supermassive játékossal. Meglátjuk, hogy sikerül-e majd kivitelezni akár ezt a taktikát. Az ötlet jó, de gondolom a szorok a játékosok, jó, a tavaszi szezont nézve, főleg ugye Apollo játékából ítélkezve, illetve Adrian játékából ítélkezve, bocsánat, nagyon, de nagyon sokszor látok azt, hogy azok a bizonyos némítással rendelkező kis pocsolyaszerűségek, amiket lepakol, az akár egy Poppy végső képesség kihasználását is megakadályozza. Tehát a szalaka játékosok lelke az, hogy konkrétan úgy, mint Ziggs hányja ki a képességeit, amikor csak lehet az ellenfél játékosaira. Jó, gondolom, annyira nagy problémával ahhoz, hogy nem lesz Sorakára, de elég egyszer ellökni, ahogy mondtad te is Poppyval, mondtak, ez a Six-Day bajban lehet, de akkor lesz egy végső képessége, hogy gyere csak vissza, barátom, hadd dobjál be a közösbe. Így ha van. Időben aktivizálja egyértelműen Stixét, és Stixét nem kell félteni, tehát, hogy a Counter-Logic Gaming erőssége még mindig az alsó ösvénye, Afrobu és Stixé párosa. Stixé a legvérengzőbb lövésznek számít gyakorlatilag a hat régió küzdelme során. Egyértelműen nagy hangsúly lesz rajta most is, mind a két oldalról, én úgy gondolom. Amit még ki szeretnék emelni, és tovább maradva itt a Soraka választásnál, hát mennyire kellemetlenül fogja érezni magát LeBlanc, illetve ugye Echo, amikor ott lesznek a csata sűrűjében, és például az elfedés után LeBlanc nem tud visszaugrani, vagy Echo nem tud időt törni. Nagyon fájdalmas dolgokat tud kivitelezni majd Soraka a némításával. Ez Tomé is tud, aki mindenképp hújít szerette volna megszorongatni. Ugye neki teleportja nincsen. Azért nem szokás hozni, mert ugye Mihály is tud a teleportot elkezdeni használni. Valószínűleg körbálnák ugye jó barátok, és a tábortűz mellett valószínűleg szétszörni darabokra. Bármit is szeretne csinálni. Viszont egyértelmű, hogy így van egy hazaútja azírnak, de még ideje van arra, hogy kiérjem. A Dásán ugye a csemeték kidobálásával az a pengecsőröknél a kicsiket el tudja hozni, ezzel tapasztalati pontot és darcig játékstílus kopint, főleg amikor én jungle-ezek. De a lényeg, hogy ezzel ugye ő biztosítja azt, hogy hamarabb lehessen mondjuk kettes szintű, mint mi Fabulous. De ugye az ösvény cserének köszönhetően elképzelhető, hogy lesz még itt kettő egyes szituáció, de jelen esetben hogy azon fog múlni, hogy az első cseréből kimegy haza, ő pedig a felső esetben fog mindenképp érkezni a Formos Stixé, vagy pedig ugye Double Dodge Ashu közül. És látjuk azt, hogy Kindred Maokai együtt a krúgot szedik, és ugye a felső ösvény északi jungle részében van ugye a Formos Stixé, tehát ők már ergo maximálisan
a felső ösvényes szeretnének, sőt, érkeznek is. Egyértelműen. Gyakorlatilag, amúgy, hogyha megnézzük még itt a Supermassive és a Counter-Logic Gaming összecsapását, akkor meg kell említeni Dumbledore eddigi teljesítményét. Egy olyan támogató játékosról van szó, akit nem véletlenül kedvel annyira a közönség is. Alapvetően a játék stílusa meglehetősen agresszív, nagyon jól tudja támogatni a társait is. Húi, bajban lehet! Így van. Húi is, de Náru is szinten, ugye Húinak az égetése mindenképpen a fején csattant Nárótól, és Náruig mindenki kivel lesz zónázva. X-Fit-e követi, jön hátul ugye Afromus, aki még előbb fent volt. Jó a kerülés Nárótól, Dumbledore pedig ugye valamennyire mindenképp szentesíteni a helyszínt, így Náru eljön. Az agresszivitás szép, viszont Húi megtartotta a hidegvérét, és nem villant el. Igen, viszont ismételten elhasználta a pajzsát. Ugye már az előző mérkőzésen is a mai nap folyamán ezt az azért hozta el. Akkor az SKT ellen győzedelmeskedni tudtak. Nagyon fontos volt, hogy a pajzsait mikor használja el. Láttunk jó és rossz alkalmazást is egyértelműen. Az előbb látott akció során kellő hidegvérrel és jól alkalmazta a pajzsát. És alapvetően egy toronycsere indul meg majd a két csapat között, és hát a forgásból amúgy Kindred egészen rosszul jön ki, mert Graves az, aki végül a jutalommal megjelölt sútyarákot el tudja hozni Kindred elől, azért ez nem lesz akkora érvágás, csak egy kis időt nyer magának a Supermassive. Graves beleképp ugye expedi levesébe, viszont a Wörös Szederhátjától kell búcsúzni, az Tomi is nekem köszönhetően. Tény is való, hogy azért lehet, hogy most a jelzőjét cserébe megérte ezt a vöröset elhozni Graves elől. Ugye már szintkülönbséget is tapasztalunk kettőjük között, viszont ugye az első vásárlásokban most fognak történni, mihelyest hazamennek a játékosok. Ugye Graves akár, illetve Kindred is saját kékje felé lép ki, amit még Huinak nem muszáj átadnia. Így 8 perc, 9 perc körül lesz majd ugye saját kékje Huinak. Addig persze ugye a két dorán gyűrűjével szerintem megoldja van a regenyét is akár. Bár azt tudjuk nagyon jól, hogy azért az egy kicsit több manát használ, mint LeBlanc általában, főleg a hatos szint előtt, mert addig a dupla ugrása arról nem tudja minimum hullámot farmolni. Dumbledore az, aki ugye támogató játékosnak köszönhetően ugyanúgy, mint aformú bóklászik a pályán, amerre csak lehet. Ahol lehet ugye ravasz húzni, meg fogja tenni, szóval társadalán nem biztos, hogy potenciális célpontok közé tartozik. Alapvetően, hogyha megfigyeljük a két csapatot és az ő pozícionálásukat, ugye az ösvény csere továbbra is marad. Egyértelműen jó lenne a forgásból úgy kijönnie mind a két oldalnak, hogy a külső tornyok az alsó és a felső ösvényen eltűnnek. Ezen nagyobb teret engednek, mind a saját dzsungeleseiknek, mint pedig amúgy a Supermassive ugye a középső ösvényes játékosának, mert LeBlanc ugyan most nem teleporttal jön, mint ahogy Faker csinálta a mai második mérkőzésen, ám így is nagyon nagy rajtaütési potenciállal rendelkezik, és külső tornyok nélkül könnyebb lesz fogást találni a Counter-Logic Gaming játékosain, ha megéri azt. Hajjaj, na most ugye a CLG-nek a mai nap folyamán már ugye volt egy bukott meccse, ha minden igaz, és igen, volt neki egy bukott meccse, és ugye a második mérkőzés úgy érkezni, hogy eléggé demotiváltan, akkor az mindenképp nehezebb játékot tud nekik majd képviseltetni. És lehet, hogy nagyon jó, hogy Supermassive eddig baromi jól helytáll, sőt, az objektum hívásokat meg is kezdeményezik, és reagálnak ugye a CLG ősvény cseréjére is teljesen perfekt módon. Ennek köszönhetően ugye 2-2-es torony döntési különbség ugye nincsen, mindenket ugyanannyival jelentkezik, de a CLG elhozza a sárkányt a hírnök elvesztésére cserébe, ezzel valamivel úgymond kompenzálta annak hiányát, de azért lehet, hogy a sárkány többet ér most jelen pillanatban, és mi lesz akkor, amely az új sárkányok megérkeznek? Egyértelmű, hogy a Counter-Logic Gaming dzsungelese az egyelőre még nem tud profitálni a sárkány által megszerezhető 5 jelzőből, hiszen a lilekfalú még nem volt készen X-Mitin. Viszont Stomage dzsungeles mozgása most sokkal jobb lehet Szurdok hírnökének erősítéséből kifolyólag. Meglátjuk tényleg, hogy a két csapat mennyire használja ki a célpontokból
Oh. Vaj, de szép csere, Huhitól ez így, a mozgás mindenképpen szép volt, hogy Naru sebzés, előlépett ki császári falang, Narunak a láncemi képessége találkozik a sebzés, jön Dabiotól szintén, Narut a katonák majdnem szétszedik, és jön Darshan teleporttal. Gyönyörű, Fabulous pedig megjön, de baromira késő Huhit orrony alatt, és Fabulous még jön, és megvan a gyilkosság, és ki szalad még a passzívnak köszönhetően. Gyönyörű játék a törött csapattól, reagálva arra, hogy Huhi megetette Narut valamilyen szinten. Szép játék. Feb-feb van most jelen pillanatban a Supermassive szurkolóinál. Összességében ez az akció ugyan az első gyilkosságot elhozta a Counter-Logic Gaming részére számára, de azért nagyon sok áldozatot kellett nekik is hozni. Mindenképpen megmutatta a Supermassive, hogy játékban van. Tehát, ha egy elképzelést megpróbálnak megvalósítani, akkor ezt meg is próbálják ténylegesen végig is vinni. Jaj. Hoppá! Ez kellemetlen, kedves Tom Age és Afrumot, aki ex-host ugye kifárasztással felfébül lesz arrébb tessége, mégis az első gyilkosság ex-ütni pedig 6-os szintű, és a békeszigetére senki sem számolt. Afrumú instant meghalt, jó a fókusz. Tom Age meghalt Stixley által, viszont Stixley nem maradt már semmilyen idézőképessége. A csere az 2-2, de még ex-ütni beragadt kicsikét hátul, mehetne igazából teljes mértékben a torony általi halálért, de Naru elviszi a gyilkosságot. Hát ez rekt. Achú, még villant is egy nagyot, hát ha sikerül valahogy elérnie X-Mitit, ez nem jött össze, és így összességében 3-4 lesz a gyilkosságok aránya, a Supermassive egyértelműen jobban jött ki ebből az akcióból, hiába kezdeményezett jól a Counter-Logic Gaming, nézzük meg Afromunak a némítását, mennyire jó helyen van, Fabulous az, aki kezdeményez, próbál itt nagy szendvicset kialakítani, de ez nem jön össze, nagyon hamar ott is hagyja a fogát, X-Mitinek a békeszigete életeket ment, viszont Afromura nagyon jó Dumbledore érkezése, Achú pedig azt csinál, amit akar, ahogyan Stixey is nyilvánvalóan elhoz még legalább egy gyilkosságot, ugye összességében 2-t, de ez kevés, és a Counter-Logic Gamingnél ez mindig egy ilyen nagy rákfene, hogy Stixey ugyan tevékenykedik, egy-két gyilkosságot elhoz, de a csapat küzdelmet ettől függetlenül lehet, hogy elbukják, most is hasonló dolog történt. Szokás mondani, és teljes mértékben tudunk vele azonosulni is, hogy Narunak a lövöldöke az erős, de nem ezt akartam mondani, jó, katona, és Double Dodge megint megérkezik időben, pontosan a félig meddig időben arra, hogy meg lehessen ölni ugye Huhit valahogy, az agresszív azért, de ugye Sorokának a fókuszálása az, ami kulcsfontosságú lesz az egész teljes játék során. Ugye mindig mondjuk azt, hogy a támogató játékos fókuszálása egészségedre buci nem a legjobb döntés, de ha Soroka van az ellenfélnél, akkor a legjobb döntés, mert amíg ő neki van élete, amíg ő él, addig mindenki másnak van élete, és mindenki más él, mondhatni így is, így őt ki kell végezni, ezt pedig megtették gyönyörű szépen. Supermassive játékosa, és ezt meg is kell tartani, ezt a jó szokásaikat. Stixey pedig szeretne valahogy Narula sebzést okozni, éppességgel ez fáj is neki. Dumbledore megint csak jön valahogy, és Narula, hát mesék sikerül menekülnie, de a 2-1-es Kalista Stixey az már eléggé kellemetlen. Főleg, hogyha ugrál össze-vissza, találd el lánccal, ha tudod, babám. Szokás mondani. Ráadásul, Láncol ugye be. Még ezzel az Afromu némítással meg spékelve, aztán tényleg a menekülési képességei is teljesen szabotálva vannak Narunak, ezt láthattuk az előbb is. Ott nem volt elfedés igazából az ő részéről, még ha elérhető lett volna, akkor se. Ilyen az élet a Supermassive oldalán, hogyha ott van Afromunál az a Soroka. A piszkálódás pedig megy. Huhi folyamatosan próbál zónázni, amennyire csak lehet, ezzel is fedezve X-Mity fejlődését. Achú közben a felső ösvényt előre tolta, és így jelentős farmelőre tesz szert Stixey-jel szemben, viszont a Counter-Logic Gaming felső ösvényese Darshan bőven kompenzálja az arany különbséget ezen a téren, hiszen Fabulous szintén farm hátránnyal rendelkezik. És ugye Huinak a nosolfoga el akart kezdeni készülni, viszont a mélység jóra gyorsan váltott, ugye ez attól is függ, hogy éppensége mennyi lóvéval érkezik haza Huhi, azt a tárat kezd el építeni és folytatni, vagy pedig befejezni. De Mishi jogar még mindig a legolcsóbb és mégis tökéletes választás egy varázssebzéses játékosnak, vagy akár igazából egy varázssebzésen rendelkező, de tankjátékosnak is jó lehet, és Huira megint csak jó a csere Narutól, a lánc talál, innentől kezdve Hui kicsikét már le van kötve, és annyira sok lehetőség nincsen mozdulni, és Stixey végső képessége jó, de Afro mellé megy, Ashu pedig mindenki válaszol, 1v2-ben Ashu próbál Stixeyt ölni! Majdnem, hogy lehetetlen volt ez a misszió, de majdnem, hogy sikeressége járt Ashu is, és Fabulous pedig három játékos maradt,
A párhuzamos valóság az jó, a pajzs, hogy mindenki felszedi ebből, viszont Afromo hátul végig gyógyítja X-Smith-ét. Lehetetlen igazából ezt így megölnie Fabulousnek, és ezzel az Echo-val jelen pillanatban, ugye egyrészt lemaradása is van farmban, másrészt pedig ugye halála is van már, és késői érkezései. Eddig még nem vált be ez az Echo. Összességében Acsu is nagyon bátor volt, lehet, hogy közben a beszélgetésük során a kommunikáció jól működött, csak Fabulous még pont egy pár másodpercnyit késlekedett, ennek köszönhetően Stixé sem sikerült befejezni, és nem ő az, akinek akarunk gyilkosságokat adni, hogy a Dumbledore X-Mitty teljesen kizónázza, és erre is számíthatott Acsu, aki tökéletesen kitér a túlvilági hívás elől, de nézd meg, pont később érkezik meg Fabulous, és hát ezen szituációban majdnem összességében akár három gyilkosságot is adott a Counter-Strike Gamingnek a Supermassive. Egy biztos, Echo-nak most farmolnia kell, le kell dolgozni a szinthátrányát, és kicsit javítania is az érkezéseken, hogy a csapata jobban profitáljon jelenlétéből. Jású, azt az infót kapta meg valószínűleg ugye a beszélgető program, hogy majd fog érkezni Echo, de sajnos későn, hogy te is mondasz, Tomé is pedig muszáj visszább lépjen. Végső képességéből használt ugrással végül is így megmenekül, de a sárkány él, a CLG pedig négy játékosa körbe is veszi, sőt Maokai is az alsó és milyen tengleng, Dásán személyében ő is majd jöhet, így mind az öt játékos, sőt lassan mind a 10 játékos a sárkány körül van. A CLG elkezdi, számukra a második lehetne, a Supermassive-nak pedig az első, de ezért vért áldozni nem biztos, hogy egy jó döntés, így van, le is mond róla a török csapat, így Észak-Amerika hozza el ezt a sárkányt. Ez ugye már a második tornai rombolási képességgel lett kicsit felruházva, legalábbis több sebzésük lesz ugye majd a tornyak szedésénél. Amúgy, ha megfigyeljük, akkor Stixé 3-1-0-ás startja, az mindenféleképpen jó a Counter-Strike Gaming olyan játékosának, akire alapozni lehet egy teljes játékot. A kék erősítést el szeretné hozni Stomage, de X-Mitty-ék azért résznél vannak, és végül megszerzi ugye X-Mitty ezt a kék erősítést saját magának. A lélekfaló pedig folyamatosan fejlődik rajta, és nagyon nagy nyomás gyakorol a Counter-Strike Gaming a Supermassive csapatára. Alapvetően amúgy az őrszem játékra és legalábbis annak szabotálására egyik oldal sem helyez túlságosan nagy hangsúly. Jól látható, hogy a lencse vásárlások még nem történtek meg, egyedül csak a támogató játékosoknál. Darsan pedig már tankos. Hát ő tankos, igen, egyértelműen, és azért ez a sorozatlevésnek a pár kis petanát golyója sem volt túlságosan nagy probléma számára. Fabulousnek pedig ugye egy kis végső képessége van, hogy túlvállalhatja magát, de ostromol a CLG a frissen szerzett erősítésével, miért is ne. Nem sok, de azért aranyelődjük van. Viszont ezt majdnem, hogy csak a döntött tornyok száma alapján mondható. Meg persze Dásán egy picikét vezet farmban, ugye Fabulous-szel szemben. Oh. És ugye Dásán beragadt ki is villam. Mivel megfelelő követés nem volt a betonfal mögött, azért így feleslegesen veszített volna életerőt mondhatni. Az ő villanása annyira nem nagy probléma mondhatni, mert teleporttal majd 20 perc után így is tud érkezni megfelelő mozgási sebességgel. Sárkány jó darabig nincsen, szóval annyira célpontja itt most a Supermassive-nak nincs az alsó és ilyen torony sincs, amit lehet lejönni. A császári falang pedig töké, aztán pedig a Soroka Nimitó tengere is, és Afromo hozzá el végül Narut. Ez csak a vérelensének köszönhető. A kifárasztás is kijött konkrétan. Azt mondom, hogy Naru eddig máshogyan lett ugyanígy császári falangszal kizónáztatva a CLG Huhi játékosának köszönhetően. Manája nem maradt Azirnak, de kék gólem erősítés lassan majd kap Kindredtől. Nagyon szép, ahogy Huhi kezeli most ezt az Azir, tényleg nagyon jól meg tudja szivatni szegény LeBlancot, aki hiába tudná büntetni Azirt a játék első szakaszában, ez nem történik meg. Nézzük is pontosan meg, hogy mi történt. Naru kezdeményez, elfedés nincsen nálad, gyönyörű szép a császári falangszal, amit a némítás Afromútól. Villanás elfedés, de a torony lövésnek köszönhetően, és hát ugye Afromú szálló alaptámadása miatt, hát egyszerűen el lehet hozni azt a Narut. Kicsit talán lépés hátrányban volt, később reagált, valamint Afromú is jól érkezett. Egyszerűen a Counter-Strike Gaming megmutatta, hogy mint csapat
nagyon nem szabad őket lebecsülni, hiszen hihetetlen tehetséges játékosokkal vannak körbevéve. 17. perc lassan le is lesz zárva, és szépen lassan azt lehet mondani, hogy picikéket, de lépeget a CLG a győzelem felé, legalábbis ugye a statisztikák alapján ezt lehet követni. Minden játékosok Ashun kívül ugye vezet, minden játékosok Stixien kívül vezet a CLG-nél, egyről Ashu az, aki vezet farmban, viszont kompenzálja a plusz két gyilkosság egyetemen Stixét ahhoz, hogy ő vezethessen aranyban is, plusz a globális arany is több náluk, ami meg lett szerezve. Hírnökről lehetne ellenszámolni, de egy toronnyal persze nem ér fel a globális arany, ugyanis a hírnököt a Supermassive szerezte már meg egyszer, a másodikra pedig még senki nem tett szert. Azért passzív tornya építésének köszönhetően pedig elég kis pici zsákutcába lett zárva a Supermassive. Nagyon szép közben Darsannak a tevékenysége az alsó ösvényen, mind az őrszemezést is beleértve, mindig ugyan arra, hogy őt ne lehessen nagyon meglepni. Hogyha úgy alakul, mind a két felső ösvényesnek valamúgy teleportja érkezhetnek, hogyha nagyon nagy akció lenne itt. De egyelőre csak kóstolgatás megy, abban még mindig jó a Counter-Logy Gaming, és ehhez, és ez leginkább Huhinak köszönhető a kis szurkálódós, piszkálódós, azért katonák miatt. És Fabulous az, aki az alsó, majd középső és próbálja a tornyok ellen védeni a minion hullámok lekaszabalásával az életerejét. Ez folyamatosan, hogy neki egy munkája lesz, mert mégis csak nála van teleport, ez Dyson is végzi, de hogy már te is kiemelted sokkal jobban, Hui pedig a célpont, jó a császári falangsz, még sikerült felütni, a Griggs végzőképesség pedig kevés, Fabulous pedig vissza kell lépjen, Afrobu bedobható a közösbe, BOOM! Jó épességgel még a tócsa ahhoz, hogy némíthasson, Dabidós az, aki két játékos közé érkezik, majd pedig megpusztul a Maokai végső képesség is tökéletes sebzés generált így Dumbledore-ra. Ashuék pedig tarany alatt még próbálnak védekezni, de Dashnak annyi életre van, mint a húzat. Sőt, Expity pedig oldalról a két torony közé köpköd befele bárány formában. Miért is ne? 6-4! Jól cserél a CLG! Ilyen az, amikor a szomorú... Expity pedig békesziget nélkül már sokat nem tudott tenni, de azért még eléggé... hogy mondjam, szépen akartam mondani, Narut megköpködte picikét még sebzéssel, de nem halt bele. Így Stixének lett volna lehetősége még erre válaszolni. Hírnököt még le lehet gyorsan szedni. Emberelőny van a CLG-nél most, jó volt a csere. Mire kiérnek az most frissen születő játékosok, ez a hírnök már meg fog halni. Így összesen két hírnök lett leszedve egy-egy elosztásban. Nagyon jó amúgy a Counter-Logy Gaming csapat összeállítása, nézzük is meg az ITV lehetőségeket. Tehát újra jön ki a kezdeményezés, Dumbledore még villani, de nem sikerül a hősi rohammal falhoz ütnie senkit végül. És a császári phalanx az gyönyörű, szép volt az időtörés, még elmegy fel Fabulous-től, így a frontvonalat hátrébb lehet tenni, de érkezik közbe a teleporttal Darshan, és a szomorú tölgy elpusztítja Dumbledore-t a haverjaival együtt. Na de, mi történik Xmity-vel? Naru, nézzük ezt a sunyi kis LeBlancot. Nagyon jól érkezik majd az elfedés. Puff-puff, kombó, ennyi. És még ugye rajta volt az égetés is, tehát... Hát Naru be tudta fejezni. Xmity pedig érezte azt, hogy lehet meg fog halni, de aztán mégsem. De mégiscsak fontos volt számára az, hogy azért legalább Narut próbálja megölni, ha sikerül, de persze a lehetősége neki végül sajnos nem volt, elszámolta magát Expity, mert benne volt még a Narut gyilkosság is. De LeBlanc égetéssel kiegészülve egy folyamatos sebzés hordozó vadállat lesz majd, amit ugye akár Afrumnak is a gyógyításai, vagy a végső képessége kell, hogy segítse. Szorok egyedül pedig büntethető, jön Uhi! Császári falangsz rá Afrumúra, torony alá megy közben mindenképpen a Supermassive, viszont meghal Afrumú, Naru pedig még büntethető Stixei által, Naru meg is hal a cserére, így egy, összességében bocsánat, 2-1, mert meghalni Grimsy szintén hátul, sorozatlövés pedig nem lesz elég Ashutól arra, hogy Uhit ölhessen. A torna pedig sikerül megvédeni a CLG-nek, de nagyon sok minion jön az alsó ösvényem, Dashan pedig bemegy Dumbledore-ra. Expedi bajban lehet, hogy Fabulous-nek köszönhetően, és mindig lehet rá válaszolni. Jó a sebzés, időtörése van még Fabulous-nek, hogyha szeretné használni. Ashunak pedig még élete szintén van, ahol lehessen ugyanúgy Huhira kimozdulnia, de visszább húzódik a Supermassive, így megint csak a CLG, igaz, egygyilkossággal, de többet cserélt. Lassan, de biztosan erős nyelvcsapásokkal halad előre a Counter-Logy Gaming, ezért van már 3000-es aranyelőny! Húhi! Éppen csak, hogy elment. Hú, ez közel volt. Bátor volt ez az Echo. Olyan fékörös volt ez az Echo mozgás. Igen, tryhard egyértelműen a javából.
szeretné Fabulous megmutatni. Na de nézzük csak, Afromura túlságosan sok erőforrás megy el, és az, hogy mellé megy az asztrális békjó, megpecsételi a sorsát Narunak és Stomage-nek, mert a császári falangszal ugyan Afromut még be tudja fejezni is Stomage, de nézd meg, Stomage ki van zárva. Na, mikor? Hát, hello, puff, kész, akkor már meg is halok gyorsan. Stixéjel pedig hát nem lehet vitába szállni, tekintélyt parancsoló sebzése van, hiába volt kevés életereje Narunak, szerintem már ő is igazából már a boltot nézte akkor, hogy tudja majd mit vesz, amíg újra élet. Érdekes gondolat volt amúgy ez Huhitól, illetve a CLG-től, hogy nem Afromu védésére érkezett a császári falasz, hanem inkább kétgyilkosság cseréért, gondolom, hogy megérte. Mert Afromu halála azért nem fog semmit sem úgymond csökkenteni a CLG erején, ha nem 5-5-ös csapatküzdelemre van szó, hanem egy kisebb fajta megindulásról. Ezen még lehetne variálni, de valószínűleg gyilkosság nem lett volna belőle akkor, hogyha úgymond védi Huhi a társát, és nem pedig Darshant, mások pedig visszábbja. Közben azért ki szeretném emelni Acsút, aki nagyon szépen játszik ezzel a Lucian-nel a Supermassive oldaláról. Hoppá! De. Jó, mindenki megint a némító felhő, vagy nem tudom mi az Isten az, de Stixé még bedobhatja a formot, ne felejtsd el! De végül Stomage-ék visszább húzzák saját magukat, meg a belüket is. Mindent látta Örszel pucol ki a CLG, sárkány még odébb van, legalább bő 2,5 perc mire fog érkezni, de a negyedik sárkány lesz majd a játékban. Ami mozgási sebességet jelentene a CLG számára, és Stixé sebzése most már eléggé hiteles. Egyértelmű volt, hogy Fabulous egy higany lépteket vásárol majd magának, cipa, akció. X-Mitty pedig béke sziget, Ashura épesíti még a sebzés, jó, kérdés, meg lehet menekülni, elvillan mindenkit játékos, de Ashura sikerül elhozni a vörösszetet hátra mindenképpen, ugye X-Mitty-t hátul, Fabulous érkezik még Dame Dozsau, szóval már visszább lépett a CLG, csak egy játékos halt meg a CLG-től, de Ashura még benn van Fabulous mellett, jó a párhuzamos valóság, és Dame Dozs kilép még Huhira, a homokkatonák viszont sebeznek. Afro pedig megmenekül. Igaz, nem volt pácban, de egy jót repült. Egy-egy csere. Na nézzük, Naru még beleszól-e? Nem, végre. Mondhatok valamit, hát mondhatok valamit. Nagyon jó. Dumbledore, kicsikét elszámok. Párhuzamos valóság. Szerintem mondj nyugodtan, mert csak ilyen kóstolgatás. Persze, abszolút csak kóstolgatás, gyilkosság, ebből már nem lesz. Naru nagyon jól próbál amúgy pozícionálni, csak az égvilágon semmire nem tudja használni se a sebzését, se a képességét, ez a torony el fog dőlni. Lassan, és nézd meg, mekkora csali, négyen vagyunk együtt, gyere ide, gyere te kis LeBlanc. Ez provokáció a javából. Így van, Darshan pedig most már beragad a párhuzamos valóságba, és Darshan eltakarítható. Alformú nem volt a közelben gyógyítani rajta semmilyen formában, és Naru még érkezett oldalról. Égetés neki van, a sebzését tisztelni kell, de Naru inkább nem jönne. Azt mondta, hogy neki ennyi elég is volt, ugye megöltük a tankot, próbáljon tornyot ostromolni. Oké. Okay. Végülis meg egy zsőfarmolásra ment ki ez a lépés. Persze, meg egy kis... Oh! Stixé! Ugyan segített Huhi, ezt látja, hogy kapott egy támogatást. De az a Kalista most már élet, és hát igazából tömegizgatásért föl lehetne most már lassan jelenteni, mert amit művel vele Stixé, az botrányos, és itt ezt most a pozitív értelemben kell értenünk. Na de, még mielőtt érkezik a visszajátszás, hogy hogyan is halt meg Acsú, érdemes ránézni a makrójáték. Sajnos nem sikerült. Opa! A lánc pedig sebez, Afromu pedig szia, szevasz, hello! Ő már nem fog élni, senkit sem gyógyítani. Huinak viszont sikerült elhozni a kék gólem erősítés, pedig Graves ugye végső képességét áldozta ezért. Visszajátszás. Acsú, a katonák sebzik, ez pedig... Nem sok esélye volt. Nem, ez egészség. Nem tudok rá mit mondani, viszont a igenségművet el is készítette nagyon gyorsan Acsú. Legalább legyen esélye elmenekülni valamilyen szinten. Hogyha esetleg úgy alakul az ő története, hogy erre szükség van. X-Mitty ott van amúgy a sárkány közelében, de nem nagyon reagál arra a sárkány gyilkosságra. Így megszerzi a másik sárkányát is, a Supermassive. Ugye a lélekfaló már elkészült a Counter-Logic Gaming dzsungelesén, de ó, lehet, hogy jön egy válasz? Hát a sorolódás épessége Darshant kapja csak el, ez még nem túlságosan sok, viszont Fabulous kapja a sebzés. Hátul Stixén volt fókusz eddig, Dumbledore le is akadt róla, majd meg is hall, Stixé horribilis sebzésre rendelkezik, és Stomage-ra lép ki Darshan, Huhi pedig le is fogja követni, átoknyelő van, Malmocius bendő minden istennyira, de ez kevés, mert Huhinak a sebzése, na az sebzésnek hívják. Alapvetően hatalmas probléma a Supermassive. Fabulous kap még egy pár dárdát a szívébe Stixétől, és lehet követni jó a lassítás az időbonita által is.
Fébül, ez talán megúszta, Afro még jönne és jön a rubri büntetés, Afronak ez mindenki meg fog fájni! És jó az üdvözlés, és Stixi, nézd meg, villan! Agresszív, gyógyítása is van, Naru a célpont, kitépés is lehet egy nyugodt szívvel, megint jól cserél a CLG, 3-0 összességében, és azt hiszem, hogy a baranasor hívás most már kötelező. A Supermassive egyértelműen össze van esve, nem csodálkozunk el ezen, a Counter-Logic Gaming revansot akar rajtuk venni, és egyértelműen mennek folyamatosan előre, és mindenütt próbálják büntetni a Supermassive-et. Érkezik Naru LeBlanc-jával? Hát, hogyha érkezik, akkor arra van válaszlépés. Ugye itt látjuk Stixi hihetetlen lekövetési képességét. Acura is még megy egy-két dárda, hogy ne is akarjon beleszólni ebbe a küzdelembe, de jön egy teleporta például Aludarsan, aminek semmilyen jelentősége nem lesz. Nézd meg Afromut, elmegyek jobbra, pök, elvillanok, és ráadásul, az egész küzem annyira gyönyörű szépen ki volt találva. Stixi pedig ugye vele kapcsolatban azt szerettem volna kiemelni, hogy ő nem vonul vissza. Tehát, hogy Afromo ugrál össze-vissza, húj, csúszkál össze-vissza, Stixit lövök, hát lövik. Hát ne Stixi befele villan. Abszolút. Hát, azért villan, hogy oda kerüljön az Echo mellé. Hát nem normális az a gyerek. Gyere, vonulj vissza, vizé! Még nem végeztem! Megy előre, mint az állat. Megteheti, mert megvan a megfelelő támogatása, és nem csak Afromo személyében, hanem az egész Counter-Logic Gaming lehetővé teszi, elvonja a figyelmet róla. Naru és Tomi is pedig piknikeznek. Ipiapacs, Bújócska, Stixi-jel szemben, sőt, Ashu is megérkezett, három játékos. Afromo még szintén elbújnak, hát ha kijön valaki, vagy kibújik a szekaság, mindenki jön, lebuktatok hülyék. Hogy ezt a CLG, ugye nekik az útvonalukat már nem fogják megszakítani expertis hohi játékosok a CLG-től, viszont ugye az agresszivitás, a baradnasorra való kiegészítés egyértelműen jelenti azt, hogy torony ostromra van szükség a CLG-től. Dásán most már tényleg nagyon tankos. Eddig is az volt, de most már akár egy LeBlanc lekötésért be is ugorhat a torony alámérésre. Visszább lép a Supermassive. Egyértelműen ugye az célpontkezelés eddig is zseniális volt, ráadásul most már vezérzászló is van Counter-Logic Gaming alsó ösvényes támogató játékosán. Hát még kezdeményezés nincs, inkább csak minion leszedés jönne ásúta valahogy mellé a lánc, sajnos így nem hal meg Stixi, a torony pedig belőd, és Stixinek a sebzését nézd meg Narura, horribilis! És megint körbe táncol mindenkit, még nem fókuszál rá semmelyik Supermassive játékos sem, Fabfable ez bejön, aztán kimegy, majdnem hogy ingyen inhibitor hoz a CLG csapata, egy picikét volt ellenállás, de inkább csak elfele villantak a Supermassive játékosok majd később. Azt a bugit, ami Stixi lábába van, tisztelni kell. Úgy ugrál, komolyan mondom, mint hogyha forró lenne a talaj. Egyszerűen hihetetlenül jól pozícionál a Kalisztával, nem tud mit csinálni a Supermassive. Féből ez be, de ki már nem. Oh! Ez a Maokai erőssége, időtörése sem jött ki. A rák fenéje mindekkónak, mint pedig LeBlanc-nak a Maokai érkezése. Ez még egy torony, még egy inhibitor, sőt emberelő van. És a baromlásról erősítés még legalább egy jó 15 másodpercig lesz. Ergo buffolt minionokkal lehet Nexus Thorn-okat kicsikét ledegradálni, vagy akár le is dönteni. Lehetőség van rá. Négy játékosra próbál védekezni, most a Supermassive lesz sorozat lövés, ki is jön. Dőre Nexus Thorn, még 20 X másodperc Fabfable az érkezése, Snarl bejön majd kijön és Darshan megint rácupol a császári falang, pedig maga a töké! És Stixi pedig kettős vagy hármas gyilkosság is a végére, no! Egy vadállat! A Nexus pedig be fog dőlni, senki nem fog már jönni, a CLG rommá vert a Supermassive-ot. Nagyon, de nagyon szép játék volt ez a Counter-Logic Gaming-től. A mai napot kettő győzelemmel zárják. És megérdemelt kettő győzelemmel. Az egyik, az ezt nézek, szegény Double Dose, de azt se tudja, mi van kiírva a képernyőre. Vesztettünk, srácok, most komolyan. Igen, el kell, hogy keserítselek titeket, de vesztettetek. Alapvetően a Counter-Logic Gaming csapat összeállítása már egy jó válasz volt a Supermassive társaságára. Ugye Naru nem nagyon tudott mit csinálni összességében. Már az a kombó lehetőség, hogy meg lehet büntetni a LeBlancot a Soraka némítással, a császári falangszal szintén lehet szórakozni, de amit például a Darshan is csinált, hogy előreugrott egy elfedéssel, Naru, hogy csak etesse egy picikét a srácokat, de Darshan már egyből ment a földbe gyökerezéssel, vonatozott egy sort,
és hát onnantól kezdve pedig csak reagálnia kellett a Countology Gaming többi játékosának erre a fajta kezdeményezésre. Countology Gamingnél volt tank, az a Darshan, az egy kivághatatlan fává nőtte ki magát, volt hihetetlen nagy mobilitás, ITV, és még ráadásul az a szurkálódási lehetőség is zseniális volt. Válaszképpen viszont a távolságra dolgozó képességei ellenére és a burst sebzés ellenére, hát egyszerűen nem volt tényleg válaszlépés a Supermassive oldaláról, mert nagyon jól reagált végig a Countology Gaming, ezt Tixét nem lehetett eltenni láb alól, a lövészt semmi esélyük nem volt, Hui is azt csinálta, amit akart, kijött a Countology Gaming oldaláról a sebzés, bőven. És érdekesség az, hogy még ezen felül volt még egy ilyen védelmi lehetősége a CSG-nek, a béke szigete. Egyetlen egyszer volt rá szükség, hogy ténylegesen használja ezt a CLG, és mégis rommá verték a csapatküzdelmek másik részében ugye a Supermassive-ot. Maokán, ahogy te is kiemelted, egy kivághatatlan fa lett a végére, tankos. De még sokkal inkább pontosabb annál a karakternél, hogy hosszú fél egy másodpercig, ha lekötsz egy olyan karakter, akinek az a híressége, hogy kibeugrál, és időtörésnek, mit tudom én, többszörösen volt olyan lehetősége Maokának, hogy úgy fogott le valakit, hogy onnan már kiút nem volt, és emellé még, amit te is mondtál, hát Viszoraka is besegít, hogy az a karakter, aki arra ír, hogy bemegy, öl és kijön, bemegy, beragad és meghal. LeBlanc újított verziója. És számtalanszor láttuk ezt, úgyhogy a Countology Gaming mostani játékain úgy gondolom, hogy rendben volt. A Supermassive-nek ettől függetlenül azért nincs miért buslakodnia. Át kell gondolniuk ezt az egész csapatkompozíció dolgot. Én a Poppy támogató játékos még mindig úgy gondolom, hogy nem véletlenül hát látjuk keveset. Semmiféleképpen nem annyira tankos, de hát mindegy. Mindegy igazából. A Supermassive is azért csak kint van az MSI-n, tehát legalább egy picit tudunk neki gratulálni. Viszont egy kisebb fajta szünet lesz majd az elemző asztal után, de nem menjetek messzire, mert egyrészt a srácok elemeznek, másrészt pedig utána a veretlen Royal Never kivel fog játszani majd a G2-val szemben, aki hasonlóan jól áll, mint a Supermassive. Átadjuk a szót a srácoknak. Rom, igen, a beszámolás bele került az adásba, de mindegy, az ennyi, hogy üdvözlünk titeket, így az ötödik mérkőzés után, ahol a CLG visszavágott a Supermassive csapatának, sikerült felülkerekedni, hát ki kell jelenteni, Stixhane-nek hála. Stixhane megint megmutatta a jó formáját, és ma abszolút a jó formáját hozta, én úgy gondolom. Jó formán csak jó forma. Jó formán csak jó formát, alaphanggal igen. Azért tegnap Stixhane Kalisztával nem volt túlságosan meggyőző, viszont bebizonyította, hogy nem véletlen ez a választás, és nem csak a Caitlyn és az Ezreal az, amivel ő legendás tud lenni, hanem bizony egy ilyen ugráló és egy viszonylag jó kis kompozíció, bármennyire is papírnak tűnik ez a kompozíció, Kalista és Soraka, azért bőven van bennük lehetőség. Ez a területi némítás, az mindenkit meglő, főleg egy LeBlanc. Hát és nem elég, hogy ott van a némítás, ugye pont erről beszéltek a srácok, és ott van még Maokai is, tehát hogyha bármi lenne, illetve hogyha iszonyat nagy baj lenne, akkor jön Huhi, azt mondja, az írja, hogy katonák, falba, és akkor jön a pajzsfal, aztán szavasz, bár ő nem viking, hanem nem mindegy. Hát a Supermassive azért túlteljesített, mikor megverte a CIG-t, az egyértelműen erőn felül teljesítés volt. Az észak-amerikai csapat pedig második helyen volt versenyben egyelőre, a Flashwalls fölött áll, hiszen ők megnyerték az odavágót, nekik még lesz egy visszavágójuk, ami érdekes lesz. Azt tudni kell, hogy itt hosszabbítás lehetséges, tehát két mérkőzés játszanak egymással a felek, előfordulhat az, hogy bónusz mérkőzést kell játszani, hogyha nem tudnak eldönteni egy-egy pozíciót. És akkor már meg is van, hogy miért kezdünk, ugye korábban vasárnap pont ez az oka, azért, hogy 5.30-tól fogunk vasárnap meccseket közvetíteni, mert hogyha ugye együtt döntetlen állás van, és az egymás elleni eredmények is 1-1, akkor bizony, hát tiebreakről, vagy legalábbis ilyen hosszabbításos meccset kell vívniuk.
És erre egyébként egész sok az esély, mármint azért van bőven esély. Mármint nem arra olyan Never Give Up, nem, mert végigvernek mindenkit, de... Valószínű, de attól függetlenül még akár ma egyébként úgy alakulhat, hogy akár az 5.-6. helyen is kialakul egy holtverseny, második, harmadik helyen ugye ugyanez van. Vagy a 4.-5. akár, tehát még vannak akár lehetőségek, hogy hogyan alakuljanak ki holtversenyek. Egy holtversenyünk biztosan lesz majd. A G2 vagy a Supermassive-vel, vagy az SKT-vel holtversenyben fog állni. Mindenki döntse el, hogy éppen mi, ki, hogy merre, meddig. Viszont a Royal Never Give Up-nak lehetősége lesz megszerezni 6-ból a 6. győzelmüket. És a mai teljesítménye, hiába győzelmet ért a G2-nak, én úgy érzem, hogy nem lesz elegendő, még csak ahhoz sem, hogy megszorongassa a kínai gárdát. Ez rettentő érdekes, nem tudom, hogy lesz-e lehetőség majd a meccs előtt beszélgetni a kettőjük összecsapásáról. Azért az mindenképpen elmond valamit, hogyha már egy kicsit így előre vetíthetem, hogy a G2-nál az előző meccsen az Echo felső ösvény 200 sebzéssel volt lemaradva a középső ösvényes Rice-tól, ami azért valami borzalom. Tehát az, hogy 12.600 sebzést oszt ki a középső ösvényen egy Rice, szemben az Azirral, aki 30.000 fölött van, azért az mindent elmond, és azért így nagyon-nagyon nehéz lesz, és Perks azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen formában, nem tudom, hogy hol van, de hogy formában nincs, az biztos. Igen, szerintem Shanghai-ban egyébként, viszont... Lehet. Az a helyzet, hogy... Azt nem tudom, hogy ő tudja egyáltalán, hogy Shanghai-ban van. Tehát... A kérdés jogos. Én nekem pedig az a kérdésem, hogy a Royal Never Give Up bent hagyja Poppit. Mert az előző mérkőzés csak azért tudta a G2 megnyerni a Supermassive ellen, mert Kikis zseniális teljesítményt nyújtott Poppin. Ha eltiltják előle ezt a karaktert, az problémás lesz. Igen, de pont, hogy az előző összecsapáson a Royal Never Give Up és a G2 között Poppit, az pont, hogy elhozta a kínai csapat. Hát innentől igen. Kezdve nem muszáj tiltani, akár el is lehet hozni, de nagyon-nagyon össze van rakva, én úgy gondolom, a Royal Never Give Up csapata. Érzem bennük azt, hogy ők nagyon akarják, és ez az, ami fontos, és ez az, amit hiányolok egy csomó csapatból, és azért vagyok ilyen, feszült és indulatos, mert ezt hiányolom tényleg nagyon sok olyan csapatból most, aki gyengén szuperál és gyengén teljesít, nem látom ott küzdeni akarást, nem látom a csapatokban azt, hogy de igenis menjünk és próbáljuk megnyerni, mert ha egy olyan meccsen veszít valaki, mint például az MSI legeslegelső meccse, ugye, ami volt a CLG és a Never Give Up között, akkor arra azt mondom, hogy rendben, semmi probléma, CLG elvesztette azt a meccset, de azt mondtam akkor is, hogy ez bárki megnyerhette volna. Tehát ott láttam a CLG-nak a küzdeni akarását és vágyát. Innentől kezdve az egy még veszített meccsen, és azt kell, hogy mondjam, hogy szépen játszottak. És ezt nem látom egy csomó csapatnál, és ez nagyon zavar. Ha már ennyire indulatos vagy, indulj is, hiszen a kommentátor állás csak rád vár. Ráadásul a G2-val, mint a Royal Never Give Up összecsapásával, hát én nem megyek mellé, de azért Pierce majd oda küldöm, hogy legyen egy kis társaságot. Tehát hamarosan érkezik a mai nap utolsó, azaz 6. mérkőzése. Ne menjetek sehova!